In Ungarn hat die regierende rechtsgerichtete Fidesz-Partei von Viktor Orbán die EU-Wahlen gewonnen, aber auch stark an Unterstützung verloren. Összegezve az európai parlamenti választás eredményét, ezt egy táviratban tudjuk elküldeni Brüsszelbe, ami így hangzik: Migráció stopp, Gender stopp, Háború stopp, Soros stopp, Brüsszel stopp. Orbáns Partei erhielt 44% der Stimmen, musste jedoch große Verluste hinnehmen und verlor gegenüber dem Ergebnis der Parlamentswahlen von 2022 11 Prozentpunkte. Dies ist das schlechteste Ergebnis für die Partei seit 18 Jahren. Einige traditionelle Gegner von Fidesz, namentlich die Sozialdemokraten und die Grünen, erhielten nur 8% der Stimmen und erreichten die Schwelle für den Einzug ins Europäische Parlament nicht. Die erst vor wenigen Monaten gegründete neue Partei Tisza erreichte dagegen 29% der Stimmen. Parteichef Péter Magyar sprach von einem bahnbrechenden Ergebnis. Kiderült a mai választáson egyértelműen, hogy a következő országgyűlési választásokon egy, azaz egy, de igen potens kihívója van a NER-nek, az pedig a Tisza párt. Ma este a Fidesz lett a legnagyobb győztes és a legnagyobb vesztes is egyben. Egyrészt a legtöbb települést ő tudta elhódítani, övé lett az összes vármegye, és ő szerezte a legtöbb mandátumot az Európai Parlamentben is. Viszont emellett meg kell jegyezni, hogy rengeteg szavazót veszített, és az EU csatlakozás óta még sohasem ért el ennyire gyenge eredményt az EP-ben. Siposegyi Zoltán, Euronews Budapest.